Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttetek, meg felkérést, azt még annyira nem a bevezetőre. Hát igen, mégis 2,5 éve találkoztam a zennel, amikor hát valahogy barátnőm így mondta, hogy hát jó lenne, hogyha egy kicsit így befelé figyelnék, meg túl sokat agyalok, és akkor, hogy ajánlott ilyen önismereti videókat, és aztán gondolom az algoritmusnak köszönhetően földobott egy szunimus videót is, és hát meghallgattam, és hát emlékszem, hogy igazából semmit nem értettem belőle, de úgy feliratkoztam rá, és akkor jött a következő egy pár hétre rá, és közben mondtak olyat is, hogy hát esetleg a meditációval itt tudnám csendesíteni ezt a sok zajt. Hát ez egyáltalán nem ment, mert próbálkoztam ilyen vezetett meditációkkal, meg mindenféle ilyen videókat hallgattam, de nem, egyáltalán nem. És aztán, hogy hallgattam a Suninak a videóit, meg megnéztem az oldalt, az eredeti fény oldalt, hát ott feladott egy egynapos lehetőséget, és hát a barnáé volt, így el is mentem, és szerencsére volt hely, és 2 hét múlva már ott voltam. Hát végülis az, amit ugye a bevezetőben is ugye szoktak mondani, hogy hát utána nagyon érdekes volt, hogy így csendesedett minden. És hát eleve egy ilyen válsághelyzetből kerültem oda, úgyhogy úgy éreztem, hogy mintha rendeződnének a dolgok. Úgyhogy így elég hamar oda kerültem újra, egy ilyen egynaposokra. És hát ezt mentem, és aztán már ez volt így, májusban volt az első, és akkor ősszel már mentem az Ádámnak és a Barnának az első középhaladó elvonulására. Amit emlékszem, hogy iszonyatosan meghasaltam, tehát hogy úgy mentem be a Kolnint előre Ádámhoz, hogy borzalmasan, nem tudom, emlékszel-e rá, így se kép, se hang, és csak annyit tudtam kinyögni a sírás közepett, hogy de ugye este lesz dalma beszél. Tehát, hogy így borzalmas, nagyon meghasaltam, tényleg úgy azt éreztem, de valahogy meg mégis rendeződött a dolog, tehát, hogy utána mindig olyan tényleg ilyen pakolászás ment, ahogy így jöttem haza egy elvonulásról, hogy így tényleg ilyen döbbenetes volt, hogy hát én folyamatosan küzdött bennem ez az egész, hogy de hogy mégis az énekek, hogy én biztos, hogy akarom ezt, meg hogy most akkor mégis buddhizmus, hát ugye keresztény családban nőttem fel, és akkor, hogy most ezzel mit kezdjek, hogy ez egy ilyen távol-keleti kultúra. Meg hát alapvetően így egyáltalán semmilyen szinten nem volt a spiritualitás az életemben. Tehát, hogy így nagyon érdekes volt, hogy ezzel így nagyon sokáig küzdöttem, hogy most ezzel mégis mit csináljak. De úgy arra jutottam, hogy ez csak csináld, mert hogy végül is működött. Tehát, hogy valami történt és működött. Úgyhogy utána el is mentem még. Hát nem tudom, hogy ezt hogy gondoltam, még a Kjolcsira is döbbenet egyébként, hogy ezt így hogy jött. Hát ott is jó kis mélypont volt, ott találkoztam a Heidi Kédikóval, ő nagyon sokat segített nekem, úgyhogy hát igen, azóta ez így folyamatosan rendeződik, aztán hát télen volt, hogy Szunyi megkérdezte, hogy honnan is jársz, és akkor mondtam, hogy 60. És akkor mondta, hogy jó, hát hogyha megszervezem, akkor eljön. Hát én meg megszerveztem. Az is, annak is megvolt egy érdekes módja, hogy hát így ugye dolgoztak bennem, hogy hát az akadályok, ugye a saját dolgaim, amiket így szépen felépítgettem, hogy most akkor ezeket hogy fogom tudni leküzdeni. És hát eljött, és utána mondta is, hogy jó, akkor meditáljatok. És végülis azóta így egy fél éve, ugye már itt vagytok ti is.
És hát megmondom őszintén, hogy így hétről hétre figyelem az embereket, hogy kik jönnek, és hogy miként kapcsolódunk össze, mik azok a tényleg tükrök, amiket itt tartotok felém is, tehát hogy így nagyon segítőleg hat így az egész. És hát igen, az, hogy így tényleg ez, hogy így segítünk egymásnak, és úgy, hogy egyébként így nem olyan szinten, hogy most oda megyünk egymásnak, és akkor megmondjuk, hogy most ezt vagy azt kéne csinálnod, hanem hogy tényleg sokszor csak a jelenléttel, vagy hogy egy pár kedves szóval a végén, tehát hogy ez nekem nagyon sokat ad, hogy ide jöttök és így kapcsolódunk. Mert amikor ültem a meditációban, és még Szuni nem mondta ezt, hogy csinálnék-e egy ilyen dharma beszédet ide 60-ban, akkor így pont azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne egy csoport, hogy keresgéltem már akkor egy ideje. Hogy így 60-ból hova lehetne, el is mentem egyszer a budapesti zenközpontba, de hát ez iszonyat messze volt. Akkor, hogy tényleg hol lehetne. És akkor aztán én mondta Szuni ezt, hát na, akkor jó, nincsenek véletlenek. Úgyhogy így ezzel indult az egész. És hát azóta meg én tényleg így a környezetemen is látom, hogy így figyelve, hogy így kik kapcsolódnak hozzám, hogy tényleg úgy van értelme csinálni, mert én pont így a gyerekeken látom, a gyerekeimen, hogy már így akár nekik is mennyire sok mindenben tudok segíteni azzal, hogy csak így jelen vagyok. Tehát, hogy így sokszor nem is az, hogy most én oda megyek, és akkor bármit is mondok erről a spirituális dologról, hanem úgy tényleg csak ilyen zenszerűen, hogy így jelen lenni, és hogy ez már így mennyire sokat segít nekik. És hogy mondjuk úgy el tudok valamit magyarázni, amit azelőtt még én se értettem, és hogy valójában, amikor így kimondom a dolgokat, így akkor áll össze bennem is sok minden. És hogy ez nagyon érdekes számomra, az a tanulási folyamat. Úgyhogy hát nekem így nagyon örülök, hogy itt vagytok, meg hogy így árnyalmék is eljöttek. Nem tudom, hogy elég volt-e így. De hát én tényleg így örülök, hogy együtt járunk az úton. És hát remélem, hogy még jöttök majd máskor is. Úgyhogy köszönöm szépen.